Sziasztok, kedves gyerekek! Ezen a héten az Iciri-piciriben a tókerti ovisokkal barangolhattok a Somlón. A gyerekek a Bogdán pince birtokon jártak, ahol megnézték a pincét, a borkészítést, és szőlőt is szüretelhettek, amit aztán haza is vihettek. A délelőtti programon mindenki remekül érezte magát. Most megnézhetitek ti is, hogyan telt a somlói túra. Érdemes figyelnetek, mert az összeállítás végén ezúttal is elhangzik heti játékkérdésünk. A Bogdán birtok pincészet minden esztendőben vendégül lát óvodás csoportokat a Somlóhegyen található szőlőjében. Idén a Csókai óvoda kezdte a sort, majd a tókerti óvodások is elindultak a birtokra. A hangulatos délelőttön a gyermekek megismerkedhettek a pincészettel, és segítettek a szüretelésben is. Birtok néven funkcionálunk itt a Somlón, talán a harmadik vagy a negyedik legnagyobb mérettel bíró pincészet vagyunk. Családi vállalkozásban üzemeltetjük ezt a kis szőlőt. Kicsit most már kezdünk megfeszülni benne, mert azért munka van, főleg ilyenkor már, amikor az egész nyáron túl vagyunk és jön a szüret. Kicsit jó érzés is, mert azért megvan a munkánk gyümölcse, de azért tudjuk, hogy a munka dandárja most jön. 20 hektár körüli szőlőt az öcsémmel és a hugommal tulajdonképpen napi munkát így hárman rendezik, a szülők pedig a hátországot próbálják meg összefogni. Mi itt a Somlón viszonylag régóta garázdálkodunk, nekem a nagyszüleim is itt műveltek szőlő, somlószőlősi származások vagyunk, és ezek után kitaláltuk azt, lévén, hogy a feleségem is óvónő, hogy csináljunk valamit, ami egy kicsit a gyerekeket közelebb hozza, hát ha gyerekeken keresztül egy kicsit a pápai szülőket is közelebb tudjuk hozni, hogy a 30 kilométerre fekvő Somlóhegyet felfedezzék maguknak, és tulajdonképpen egyet, hogy ha már mi családba kilódunk, és a családban van egy óvónő, akin keresztül kapcsolatot tudtunk építeni. Az óvodákkal elkezdődött egy pár évvel ezelőtt, hogy teremtsünk hagyományt, és jönnek az óvis csoportok, sőt, komplet óvodák. Kijönnek, nyugodtan meg tudnak a teraszon jó panorámás körülmények között 10 óra izni a gyerekek, mert nekik ez fontos. Aztán utána a kicsit pince látogatás, ott azért már látnak egy kis veszélyesebb részt is, hogy megyünk le a pincébe, nagy hordók, kis hordók, tartályok, amik egy ilyen pincészetbe fölmerülnek. Thank you.
Amikor a pincéből egy élménytúra, mert ő nekik ez még élmény, ha nem kapnak bort akkor is, végigérünk, és utána pedig megfogják a kis vödreiket, a kis ollóikat, ügyesen ellenőrzött körülmények között az óvónők felügyelete mellett egy kicsit kívülünk a szőlőbe, énekelnek egyet, kicsit mondókáznak, és akkor jókedvel nekiállnak születelni. Ők az a generáció, akik még mi jókedvel születelnek, egy kicsit idősebbek lesznek, akkor már munka nem fog ennyire retteni, de most még szeretik, és most még csinálják. Rettentő lelkesek, és általában az szokott lenni, hogy a végén mindig a kis ládáikba beleburogatják, csoportonként kinevezünk egy-két ládát, és abba beleburogatják a kis szőlőjüket. Van, aki elviszi és kiosztja fürtönként a gyerekeknek a ebédhez, amikor hazaérnek, van, aki pedig beszereztek már kisebb darálókat, préseket, és készítenek belőle mustot, amit megihatnak a gyerekek aznap vagy másnap. Hova jöttetek ma az óvodával, meséld el nekünk? Somlóra. És mit csináltok itt a Somlón? Születeltünk. Voltál már születen, vagy ez az első alkalom? Ez az első alkalom. És hogy zajlik ez a szület? Mit csináltatok itt ma? Születeltünk, és jól éreztük magunkat. És hogy zajlik a szület? Szedünk szőlőt. Aztán meg vágjuk le, és ilyesmik. És a leszedett szőlővel mi lesz? Mustat csinálunk belőle. Busszal jöttünk, és szőlőt születeltünk. Hogy tetszett neked? Mi volt az, ami a legeslegjobban megfogott téged itt ma? Az, hogy mindig is vágytam, hogy ide jöjjünk. Voltál már születen, vagy ez az első alkalom, hogy itt a szőlőben születelsz? Ez az első alkalom. És mit csináltok a leszedett szőlővel? Beletesszük a vödörbe vagy a kosárba. És tudod, hogy mi készül a szőlőből? Bor meg mus. Mám azt, hogy menjünk mi le a pincébe, üljön fel egy koros hordó tetejébe, fúrjuk ki az oldalát, mindigyük a borjavát. Bocsi megfázott, vartam neki a rágot, nem akarta felvenni, haza kellett kergetni. És hogy érzed magad, és mit csináltok most itt még? Azt meséld el nekünk, légy szíves. Szöllőszedünk. És milyen volt a délelőtt? Jó. Harmadnapos hajdogálja, sűrű. Kedves gyerekek, heti játékunk következik, mai kérdésünk, mikor születeljük a szőlőt? Segítségül egy évszakra vagyunk kíváncsiak. Helyes válaszaitokat az Iciri Piciri Facebook oldalára várjuk csütörtök reggel 9 óráig. Most pedig kisorsoljuk ki az a szerencsés, aki a héten megnyerte a Kossuth utcai göcjáték és babapolt ajándékát. Nyertesünk pedig Lakatos Norbert Giulio, 5 éves kisfiú. Gratulálunk!
Gyerekműsorunk végén egy régi ígéretünket szeretnénk betartani. Meghirdetjük fél éves játékunkat. Faragjatok tököket és küldjétek el nekünk. A képen ti és a művetek szerepeljen. A képeket folyamatosan lehet töltögetni a játékposzt alá. A szabályokat ismeritek. Mindenkinek sok sikert a munkához. Ennyi fért a mai Iciri-picirébe. Jövő héten a Nátuskerti óvoda tulipán csoportjába látogatunk el. Tartsatok velünk egy hét múlva is. Sziasztok!